Üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben című sakmagazin 2013 évi május havi adásában. A mai segítőtársam szintén a megszokott Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, és segédem a rendkívül csinos és szép fiatal Barnó Tanita kisasszony, a Piremon MB2-es sakcsapatának női erőssége, női játékosa. Az előző műsorunkat egy feladvánnyal fejeztük be, amikor is felállítottuk a táblán látható állást, és közöltük, hogy a helyes megfejtők között egy sakkönyvet sorsolunk ki. Több megfejtés is érkezett. Az adott hadállásban sötét lépett egy gyönyörű és erős lépést, és ezek után világos, menthetetlenül vereséget szenvedett. Az adott állásban a sötét lépését nem mindenki találta el, érkezett néhány megfejtés, közöttük teljesen váratlanul, illetve nem is annyira váratlanul, Blahota Marcell nevű fiatal sakkpalánta volt Fortuna vagy Kaissa kedvezményezettje, őt neki kedvezett a sorsolás, ő nyert egy sakkönyvet, és amellett, hogy hibátlan megfejtést küldött be, amellett káprázatosan gyönyörű volt a feladvány megoldásának a szerkesztése is, akárha egy sakkönyvvel szembesültünk volna, gyönyörű volt a megfejtés. Tehát az adott állásban a sötét figurákat vezetve a német válogatott erőssége 24 évvel ezelőtt a csodálatos futó C8 G4 lépést húzta meg. Az adott állásban ugyanis, ha világos lépne, abban az esetben a vezérével leütné a H5-ön álló huszárt, majd utána félelmetes mattámadást indíthatna. Ezt akadályozza meg a futó G4 lépés, amely egyszerre véd is és támad is. Tegyük vissza, Anita. Az adott állásban tehát világos nem ütheti le az F7 vezérrel a H5 huszárt, mert a futó azt védi. Sötét paradox megoldása az, hogy egyszerre ütésbe rakja a futót, amellyel védi a H5 huszár, üthető a gyaloggal is és a bástyával is. A gyaloggal F3-5-G4 azért nem megfelelő az ütés, mivel akkor az sötét az F2 vezérrel le tudja ütni a nyíltá váló vonalon az F7-en álló világos vezért, ami olyan anyagi túlsúlyt eredményezne sötétnek, hogy onnantól kezdve már menthetetlenül veszít világos. Ezért sötét észlelvén, hogy futó G4-üt F3 fenyeget, amikre kötelező bástya G1-G2, majd fenyeget vezér F2-G2 mat, ezért a bástyával volt köteles leütni G4-en a futót. Ezek után következik egy visszaterelés, sötét vezér F2 F1-et húzta, amire kötelező a bástya G4-G1, hiszen a sakkból a világos király nem tud kilépni, és most egy vonalfelszabadító áldozat következik, pont ez az eszmének a csattanója, huszár H5-G3 sakk. A bástyával a huszár nem üthető le, hiszen az F1 vezér ez esetben leütné a H1-en álló sötét világos királyt. A világos király H1-ről ki sem tud lépni, ezért az egyetlen szabályos lépés lehetőség a H2 gyaloggal ütni G3-ra. És ezek után az egylépéses mattot rendkívül könnyű beadni, vezér F1 H3. És matt. Említettem az imént, hogy nem minden nézőnknek sikerült megfejteni a feladványt, bár el kell, hogy mondjam, nem kis megelégedésünkre, a műsorunkat még Franciaországban is nézik, több visszajelzést kaptunk a Facebookon erről a dologról, bár azt hiszem, hogy nem csak a feladványok, hanem Anita kisasszonynak is köszönhető a rendkívüli nézettségünk.
Az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben véget ért a nemzeti csapatbajnokságnak a küzdelmei, amelyekről szeretnék beszámolni, hiszen a nemzeti csapatbajnokság, a magyar nemzeti csapatbajnokság az elég erős színvonalú, ha nincs is olyan erős, mint az orosz csapatbajnokság, de azért mégiscsak erősebb, mint sok más labdajátéknak a nemzeti csapatbajnoksága, magasabb színvonalat képez a világban. Három csapata volt megyénknek a nemzeti csapatbajnokságban, két csapatunk az MB2-ben vitézkedett, gyengében szerepelt a Tiszavasvári Takarékszövetkezet Sportegyesület csapata, amelyik elkerülte a kieső helyet, 11. lett a 12 csapatból, volt már fényesebb is a helyezés, ezúttal most nem ment annyira a játék, de a 11. helyezéssel biztosan bent maradt a csapat. A játékosoknak igazából nem ment a sakk, több gátló körülmény zavarhatta őket az erőteljesebb játékban, ki kell azonban emelnem a Tiszavasvári csapatának vendégjátékosát, illetve játékosát, a nyíregyházi Lengyel Lászlót, aki káprázatos szereplése 10 partiból, ha jól emlékszem, 7,5 pontot ért el, ami egyre fejlődő tudásának az újabb bizonyítéka. Másik csapatunk az MB2-ben a mozgáskorlátozottak Piremon Sportegyesülete. A Piremon ese a tavalyi évben még érmes helyezésre is hajtott, ezúttal nem ment olyannyira a játék, a csapat a középmezőnyben a 7. helyen fejezte be a bajnokságot. A csapatból többen is voltak, akik pluszokkal járultak hozzá a szép teljesítményhez. Megyénk legfiatalabb fidemesterét, Valkó Krisztiánt emelhetném ki elsősorban, aki a második táblán 6 partiból 4 pontot ért el veretlenül, mestereket is, fidemestereket is győzött le. Sajnos csupán 6 partit játszott Krisztián, tudás alapján jóval több pontot szerezhetett volna a 10 fordulóból, azonban ez is egy szép eredmény. A másik kiemelkedő játékos az örök ifjú, azért mondom, hogy örök ifjú, mert már bőven szeniorkorú, Trembác László, aki nem csupán tábla melletti sakkozó, hanem sakkoktató és nevelő is, az Arany János gimnáziumban foglalkozik a legtehetségesebb, leginkább tojásfejű gyermekekkel. Ő ért el 4,5 pontot, ha jól emlékszem, 8 partiból, és a csapat pontszerzője, legeredményesebb játékosa, nem véletlenül van itt Anita, hiszen egy családba koncentrálódik a sakktudás. Anitának a kisöccse, a 15 éves Barnót Róbert 10 partiból 7 pontot ért el, és ezzel jelentősen növelte nemzetközi értékszámát, elérte a másodosztályú minősítést is. Az NB1B-s nyíregyházi sakkiskola csapata, amelynek Péterrel mi magunk is tagjai vagyunk, nagyszerűen szerepelt, sokkal több győzelmet aratott, mint az a néhány vereség, amelyet elszenvedett a csapat. 5. helyezést ért el a nyíregyházi sakkiskola, úgyhogy ha szerencse jobban támogatja, akkor esetleg még egy bronzéremben is reménykedhettünk volna, azonban kiállási nehézségek és egyéb nehézségek miatt az 5. helynek is örülhettünk, és hangsúlyozom, örülünk is, hiszen ez egy fényes eredmény. A csapat játékosainak értékszám alapján kieső jelöltek is lehettünk volna, de a fiatalság és a lendület, nem utolsó sorban pedig az eredményes nevelőmunka meghozta a gyümölcsét. Az első táblán Péter nagymestert emelném ki, aki veretlenül harcolta végig az első táblán az NB1B küzdelmeit. Több nagymesterrel is játszott, közöttük Horváth József nemzetközi nagymesterrel, aki számtalanszor volt magyar válogatott, olimpikon, olimpiai csapattagja, nem utolsó sorban a tavalyi évben a magyar bajnok. Gyakorlatilag szinte két királyig játszottak Péterrel, mégsem tudta megadásra késztetni Péter. Hasonlóképpen a televízióból és a médiából jól ismert Kállai Gábor nagymester sem tudta legyőzni Péter, aki több szép győzelmet aratott, így 6,5 ponttal az egyik legeredményesebb játékos volt. A második táblán Hajbók Róbert ért el nagyon szép eredményt, 9 partiból, egy kicsit puskázok, nem, 7 partiból 4 pontot ért el, figyelembe véve azt, hogy Robinak milyen erős ellenfelei voltak, nemzetközi mesterekkel is meg kellett küzdenie, ez az eredmény az ő szempontjából is nagyszerű volt, elérte a mesteri címet, és szép úton halad a nemzetközi mesteri norma szerzés felé.
És ha már a norma szerzésnél tartunk, a csapat harmadik játékosát is ki kell emelnem, különösen kiemelnem a kárpátaljai illetőségű Tiba Vladislavot, aki Magyarországon a Nyíregyházi sakkiskolában játszik, mint magyar igazolványos játékos. A 16 éves fiatal tehetség mesterjelölt létére nemzetközi mesteri normát teljesített. Ő 9 partiból 7 pontot ért el veretlenül, tehát meg kell, hogy említsem, hogy több nemzetközi mestert és FIDE mestert is legyőzött, megszerezte az első nemzetközi mesteri normáját, és biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban megszerzi a másodikat és harmadikat is, és nemzetközi mester lesz, akár csak Péter. A negyedik táblán a megye sakkozásának egy másik erőssége Rácz Zoltán mester, 10-szeres megyei bajnok játszott, kiegyensúlyozottan vesztett néhány partit, de sokkal-sokkal többet nyert. 6,5 ponttal a csapat másik erőssége volt. A következő játékosunk, akit szintén ki kell emelnem, hagyományosan a Nyíregyházi sakkiskola legjobb pontszerzője volt. Hibján Tamás mesterjelöltről van szó, aki lassan eléri a mesteri címet. Tamásnak ezúttal is nagyszerűen ment a játék, de mégsem annyira, mint azt megszokhattuk tőle. Kissé elkényeztetett már a nagyszerű eredményeivel minket. 6,5 pontot ért el a 11 partiból, amivel majdnem a legjobb pontszerző lesz. Én bízok benne, hogy Tamás nem csupán a mesteri címet szerzi meg a közeljövőben, hanem a jövőjében újra a csapat legjobb pontszerzője lesz. A csapatnak a legjobb pontszerzője egy olyan személyiség volt, aki civil szakmája mellett még a Magyar Sakkszövetség egyik meghatározó alakja, Csörsz Ferenc tanárúról, iskolaigazgatóról van szó, aki bokros teendői mellett nem csupán azokat intézte kifogástalanul, hanem számtalan nyerésével a csapat legjobb pontszerzője lett, 7,5 pontot ért el, ismerve leterheltségét, ugyanakkor fizikális és sakkbeli erejét egyaránt, azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem váratlanul, Feri nagyszerűen játszott és pompás győzelmeket ért el. Nem szabad megfeledkeznünk a csapat női játékosáról, a legjobb megyei női sakkozóról, korábbi segítőmről, Bodnár Barbara kisasszonyról is, aki orvostan hallgatóként nagy súlyt helyezett arra, hogy halálba segítse ellenfelei királyát, csupán 5 partit vívott ebben a bajnokságban, azonban 4 pontot ért el, 2 döntetlen mellett 3-szor diadalmaskodott. Újabb sakktehetségünk, Pap László, 5 partival mutatkozott be úgy szintén az NB1B-s csapatban, Laci a harmadosztályú minősítés meghaladva immáron másodosztályú játékosnak tekinthető, szintén veretlenül 3,5 pontot ért el az 5 partiból. A megye egyik utánpótláskorú sakkozója volt, Dalanics Nikoletta kisasszony, aki korábban szögre akasztotta a bábukat, de leporolta azokat, leigazolt a Nyíregyházi sakkiskolához, és nem csupán a megyei csapatot erősíti nyerésekkel alkalmanként döntetlennel, hanem bemutatkozott az NB1B-ben is. A nagy csapatban 2 partiból 1,5 pontot ért el, ami hát kevés parti ugyan, de mégiscsak 75%-os teljesítményt jelent. És nem szabad megfeledkezni Rácz mesternek az édesapjáról, Rácz Pista bácsiról is, aki élő bizonyítéka annak, hogy egy felnőtt embernek, szintúgy a gyerekeknek és az időseknek is nem csak kell, hanem érdemes is sakkozni. Pista bácsi 83. életévét Taposmán nem csupán a sakkiskola megyei csapatát erősíti, hanem bemutatkozott az NB1B-ben is, nemzetközi értékszámmal rendelkező ellenfelet győzött le, 1 partiból 1 pontot ért el, így gyakorlatilag ő a csapat egyetlen 100%-os játékosa. Ha nem is a legerősebb, de egy erős bástyája a nyíregyházi sakkiskolának. Jelen adás előtt néhány nappal fejeződött be az Országos Diákolimpia csapat döntője Szombathelyen, április 26-27-28-án Szombathelyen, gyönyörű körülmények között a Haladás VSE sportcsarnokában lett megrendezve. Ezen a versenyen Péter nagymester több
funkcióban is részt vett. Egyrészt tudni kell Péterről, hogy ő magas minősítésű versenybíró is, fidebíró, tehát bíráskodott is Péter a versenyen, másrészről diákoknak az edzője, tanítója, nevelőjeként is részt vett, és úgy is, mint apa is, hiszen a gyermeke játszott a Diákolimpián, és gyönyörű végjátékokat vitt győzelemre. Péter, hogyan láttad a Diákolimpiát? Hogyan szerepeltek városunk és megyénk csapatai? Köszönöm szépen! Szóval mindenképp szeretném elárulni, hogy ez már hát lassan 8-10 éve Szombathelyen van ez a verseny. Ahogy mondtam, nagyon színvonalas. A versenyterem a sportcsarnokban kiváló helyszínt biztosít a játékosoknak. Közel 470-500 játékos játszik egyszerre a versenyen. Ugye ez az alsós korosztálytól kezdve, ugye a középiskolás korosztállyal bezárólag. A megye csapatait 7 iskola képviselte. A legjobban a Bethlen Gábor iskola diákjai szerepeltek a felsős lányok kategóriájában. Ők a 7. helyet szerezték meg, 23 csapat indult ezen a bajnokságon, a felsős lányoknál. Nagyon jól szerepeltek, az utolsó előtti fordulóban egy kicsit elizgulták, és 3-0-ás nyerés helyett sajnos azt elvesztették azt a mérkőzést, de az utolsóban egy 3-0-ás győzelemmel sikerült ezt az előkelő pontszerző helyet megszerezniük. Nagyon jól játszottak. A csapat tagjai Morvai Renáta, Nagy Kitti és Bíró Gréti voltak. A csapat legjobb pontszerzője Nagy Kitti volt, aki 6,5 pontot szerzett 8 partiból. A következő legjobb helyen végzett megyei csapatunk, megyei iskolánk a Kölcsei Gimnázium volt, akik a középiskolás lányok között végeztek a 8. helyen. Kicsit előrébb végeztek a 9. helyen végzett Széchenyi iskola előtt. Az utolsóban ők tudtak nyerni, azt hiszem 2,5 arányba, a Széchenyi sajnos vesztett 3-0, így cserélődött meg úgymond a helyezésük. Ők ketten, vagy a két iskola, ugye 8.-9. helyen végzett, 13 csapat indult ezen a versenyen. Az egyik legjobb teljesítményt ezen felül az Apáczai általános iskola érte el, akik 26 csapat közül a 9. helyen végeztek. Ez azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Az előző évhez képest ugye azt kell tudni, hogy ott a hátsó régióba végzett két csapatunk is. Idén az, hogy az első 10-be tudtak kerülni, mondjuk ez a maximum volt, amit ki tudtak hozni, de nagyon-nagyon ügyesen játszottak az ifjú sakkozók, ifjú játékosaink, és a csapatunkat erősítette. A fiú csapatban játszott egy leányzó is, Nagy Betty, aki ügyesen és jól játszva segítette a csapatot. Azt kell még elmondanom, hogy tavaly évhez képest ugye sajnos nem sikerült érmet szereznünk. Ugye a Széchenyi szakközépiskola tanulói tavaly éve 2. helyet szerezték, sajnos ez idén nem sikerült meg. Ki is a legjobb játékosuk? Hát igen, Anita volt az éljátékosuk, az éltáblán játszott, és ismét sajnos az utolsó fordulóban ez a nagy vereség miatt ugye elúszott az érmes helyezés, azért játszottak az utolsó fordulóban, úgyhogy ezért most nem sikerült ilyen jól ez az évünk, de a következő évben remélhetőleg ismét éremnek tudunk majd örülni. Meg kell említeni, hogy nagyhalászi kislányok játszottak még, a mezőny második felében végeztek az alsós lányoknál. A Somogyi Rezső általános iskola indult még a felsős fiúknál, az arany iskola a 16. helyen végzett a felsős fiúk között, tehát ők is végül is nagyon tehetséges játékosokkal rendelkeznek. Sajnos ez az országos szinten, ez egy ettől függetlenül egy nagyon jó helyezés, tehát nagyon-nagyon erős iskolák vannak, ahol már bevezették a sakkot is, mint tantárgy. Ugye a következő évtől különböző iskolák, akik választ
sakkot választhatják már tantárként is, és ugye több iskola már ezt ugye megelőzte a korát, és már több éve az iskolában sakkot oktatják, mint tantárgyat. És akkor ezek az iskolák ugye nagyon-nagyon nagy előnnyel érkeznek, de sikerül ugye megszorítani őket. A középiskolás fiúknál a Krúdi gimnázium csapata indult még. Ők is a második felében végeztek, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy az összes csapatot említettem, remélem nem hagytam ki egy iskolának a csapatát sem. Egy állást szeretnék itt feltenni, csak egy nagyon szép kis taktika, egy nagyon egyszerű kis taktika volt, de szeretném bemutatni. Ezt az alsósoknál játszotta a csapat, az Apáczai iskola egyik játékosa, Kun Ágoston játszotta ezt Világossal, és egy gyönyörű szép taktikai motívumot tudott itt végrehajtani Világossal, mégpedig a felfedéses támadás legtipikusabb példáját, és ami nagyon szép, egy gyönyörű vezéráldozattal hajtotta ezt végre, vezérüti E6 történt az első lépésben, leütötte a fehér gyalogot. Fehér vezér, vagyis a fekete gyalogot a fehér királynő. Ezt visszaütötte a fekete király, és futó H3 sakkal, ugye felfedéses támadás, a bástya megtámadta a királynőt, és nem tud a királynővel jó helyre elmenni, közben húzhatna G4-en, de ugyanúgy a futó le tudja ütni, de ugye a futó H3 sakk miatt ugye visszanyerte fehér a vezért, és az átmeneti vezéráldozat után tisztelőnnyel könnyen megnyerte a partit. Itt azért volt érdekes ez az állás, mert ugye feketét vezér B1 mattal fenyegetett még az elején, tehát nagyon kényszerítős, jó támadó lépést kellett tenni, ami egy gyönyörű taktikai motívumnak az elsajátítását is bemutatva, ugye szép győzelmet aratott itt játékosunk. Úgy tűnik, hogy nyíregyházi sakkéletben is vannak olyan diákok, akik a kezdeti hátrán kezdik ledolgozni, és a sakk alapvető elemeinek egyre mélyrehatóbb ismereteivel szép helyezéseket és győzelmeket érnek el a diák olimpián. Az idő előre haladott, ezért azt javaslom, hogy mutassuk be a következő feladatunkat. Tisztelt nézőink, tehát a táblán látható hadállásban, ha láthatjuk, teljesen egyenlő az anyagi helyzet, mindkét színnel játszó játékosnak két-két bástyája és 6-6 gyalogja van. Ennek ellenére sötét lép, a feladat pedig az, hogy néhány lépésben győzelmet vívjon ki a sötét figurákat vezető nézőnk. Kérem Önöket, tanulmányozzák az adott hadállást, és vívják ki a győzelmet. A megfejtéseket pedig a szokásos e-mail címre kérjük, lolepesben@gmail.com. Egyúttal szíves figyelmükbe ajánlom a nézőknek a Magyar Sakkszövetség honlapját, a chess.hu honlapot, illetőleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség honlapját, sakkssbm.unsoft.hu. Javasolom Önöknek tisztelettel, tanulmányozzák ezeket a honlapokat, ahol tájékozódhatnak a megye és az ország, valamint a világ sakkéletéből, és különösen a Magyar Sakkszövetség honlapján hívom fel becses figyelmüket az internetes sakksulira, ahol fiatal és idős, középkorú, kezdő és haladó sakkozó egyaránt nagyon sokat tanulhat, és mélyítheti sakkbeli tudását. Ennyi fér bele májusi adásunkba, megtisztelő figyelmüket köszönjük, a viszontlátásra!